Üdvözlet mindenkinek, szervusztok! Földi Péter vagyok, és ebben a videóban kivételesen nem oldunk meg mozgási egyeneteket. Mivel a fél év végén tartunk, játszani fogunk. Konkrétan, darcozni. Szóval a gondolatban egy ilyen táblára fogunk kicsi nyilacskákat dobni, és nyilván az a célunk, hogy az elért pontszám a lehető legnagyobb legyen. Aki nem ismeri, annak mondom, hogy ez nagyjából egy 34 centi átmérőjű kör, ez a célterület. Ez 20 egyforma körcikre van osztva, amelyekhez tartozó érték ide van fölé írva. Ez általában igaz, kivétel a szélső vékony csíkra, mert ott duplázunk az értéket, itt pedig háromszorozzuk. Tehát a 20-as esetében ez 40-et, ez pedig 60-at ér, és a közepe, amit ékes magyarul bullseye-nak, vagy röviden csak bullnak mondanak, az 50-et ér, a körülötte lévő kör pedig 25-öt. És hát ezzel a táblával nagyon sokféle játékot lehet játszani, de mi most a legegyszerűbbet fogjuk tekinteni, aminek talán még neve sincs, egyszerűen arról van szó, hogy meghatározott számú továbbásból maximalizáljuk a pontszámunkat. Az előbbiekből látszik, hogy a legértékesebb mező a tripla 20 itt, ez 60-at ér, de tulajdonképpen logikusnak tűnik, hogy mindig ezt a mezőt célozzuk meg. Ugyanakkor nincs ember, aki két egyformát tud egymás után dobni, általában több dobásból egy lőlap így néz ki, itt csak a legkülső kört mutatom az egyszerűség kedvéért, vagy ha egy kicsit ügyesebbek vagyunk, akkor kisebb szórással dolgozunk, és ebben az esetben jobban eltaláljuk mondjuk a közepét a céltáblának, ami ugye 50-et ér. A probléma, amit szeretnék a következőkben körüljárni, az az, hogyha tudjuk, hogy nagyjából milyen pontossággal, milyen szórással tudunk dobni, akkor optimálisan melyik mezőt érdemes céloznunk. A kérdés azért nem teljesen magától értetődő, mert ha visszanézünk ide a darctáblára, látjuk, hogy az egyes mezőkhöz tartozó pontszámok, azok hát rafináltan vannak kiosztva, a nagy pontértékű mezők mellett olyanok állnak, amelyekért kevés pontot kapunk, így hát a hibázásnak ára van. Ha visszanézünk ide, ami ugye a középpontra célzott jó néhány dobás eredményét mutatja, akkor látjuk, hogy legnagyobb valószínűséggel azért valóban a középpont közelében érnek véget ezek a dobások, de jó néhányszor azért hibázunk, tehát van egy szélessége ennek az eloszlásnak. Ebben lehet persze szisztematikus hiba is, mondjuk, hogy jobbra húz a kezünk, de az tanulható, mondjuk, hogy arra korrigáltunk, tehát a legnagyobb valószínűséggel azért a modellünkben oda fogunk dobni, ahol valóban célzunk. Ha tehát, hát az egyszerűség kedvéért egy dimenzióban beszélve, az x-tengelyt felosztjuk kicsi delta x intervallumokra, és x0 a cél, és sokszor dobunk, és megszámoljuk, hogy egy-egy intervallumban hányszor találunk bele, akkor pontok halmazát kaphatjuk, amelynek a maximuma az x-unk környékén van, és összességében egy ilyen harangörbe jellegű ponthalmazt kapunk. Minden határon túl csökkenő delta x-ek esetén itt folytonos függvényt fogunk kapni, de továbbra sem szeretném elvenni a matematikus kollégák kenyerét, meg hát numerikusan úgyis véges delta x tartományokról fogunk tudni beszélni. De ekkor is létezik egy függvény, amit p-vel jelöltem, ami megmondja, hogy mi annak a valószínűsége, hogy adott x0 intervallumba dobunk bele. Ezt a függvényt, ha megszorozzuk a kicsi delta x-el, akkor kapjuk a valószínűséget. Ezt nyilván úgy kell csinálni, hogy értelme legyen a dolognak, hogy az összes ilyen valószínűségnek az összege egyet adjon, ami azt fejezi ki, hogy valahová azért csak beletalálunk abba a táblába, vagy mellette a falba, de minden esetre a dobásnak lesz egy eredménye. Tehát is az összes eredmény valószínűségének az összege egyet kell, hogy adjon. A leggyakrabban használt, talán leggyakrabban használt eloszlás az úgynevezett normális vagy normál eloszlás, amihez tartozó függvényt itt látjuk. X0 itt a közepe
ahova legnagyobb valószínűséggel dobunk. Ez egy exponenciális függvény, ahol a kitevőben négyzet van. Az E, ugye, aki nem ismeri, azt Euler-féle számnak is szokták mondani. Az a természetes alapú logaritmus alapja, egy irracionális szám, ami kezdődik tizedes törben, hogy 2,71. És a szigma, ami itt a nevezőben szerepel, és itt is, a prefaktorban, az mondja meg tulajdonképpen ennek az eloszlásnak a szélesség. Két dimenzióban, ha azzal az egyszerű feltevéssel élünk, hogy mindkét irányban azonos a szórás, akkor a megfelelő P függvény az egyes változókhoz tartozó P függvények szorzata lesz. Itt nyilván a prefaktorok is szorzódnak, ezek biztosítják ugye a valószínűségi értelmezést, és majd a kódban ezt a kétdimenziós szorzót látjuk itt. Egyébként a kétdimenziós függvény az nagyjából így néz ki, jellegében így néz ki. Hogy a szigmát tudjuk hová rakni, hogyha jól számoltam, akkor annak a körnek a sugara, amin belül egy-ketted valószínűséggel véget érnek a dobások, tehát ahol statisztikailag, ahova a dobásaink fele érkezik, annak a sugara 1,17 szigma. Amire még szükségünk lesz, az a pontjaink várható értéke, amit úgy tudunk kiszámolni, hogy minden egyes kicsi célterülethez tartozó valószínűséget megszorozzuk ahhoz a területhez tartozó pontértékkel. És ez tulajdonképpen ugye azt mondja, hogy statisztikailag ennyi pontot tudunk szerezni, hogyha egy adott hibával dobunk egy adott cél felé. Ez a várható érték egyébként egy furcsa fogalom, hogyha mondjuk pénzteldobást végzünk, és a fej az egyes, az írás meg a mínusz egy, akkor a várható érték nulla, annak ellenére, hogy nullát soha nem dobhatunk. Ilyen értelemben most is majd fogunk törzszámokat kapni a várható értékre, de talán a példa alapján ez most már érthető. Hát, hogy emeljük a tétet, és életszerűbb legyen a probléma, legyen az a keret történet, hogy van egy barátunk, hívjuk mondjuk Bélának, aki felhív minket egy délután, hogy fogadott a szomszéddal egy tálca rostos narancslében, hogy hát ki ügyesebb dartban. És mi, bár tudjuk, hogy Béla költségvetésébe azért az a tálca narancslé belefér, hogy a büszkeségen esérüljön, próbálunk segíteni neki, amennyit tudunk. Béla tehát átjön, mi pedig, hát innentől nem annyira életszerű a dolog, megkérjük, hogy menjen ki a kertbe, és a garázs hátuljára felszerelsz dart táblán, mérje fel a képességeit, azaz dobjon pár ezret, hogy meg tudjuk határozni, hogy milyen szórással tud célba találni. Hát amíg Béla ezzel foglalatoskodik, mi kidolgozzuk a matematikai modellt, aminek első lépése, hogy koordinátrendszert vezetünk be, szokás szerint a vízszintes legyen az x, a függőleges az y, és ezután azt fogjuk csinálni, hogy kicsi részekre osztjuk ezt a területet, amit látunk. Minden egyes részre centrálunk egy olyan szigmával rendelkező P függvényt, amit majd a Béla meghatároz, és ennek a valószínűségnek a segítségével várható értéket számolunk, és ezek után minden egyes pont fölé fölrajzoljuk, hogy ha oda célzunk, akkor mi a dobásaink várható értéke, és végül ránézve erre a felületre, ennek a legmagasabb pontja fogja megmondani azt, hogy hová kell Bélának céloznia. Talán a dolog jobban érthető lesz, ha magát a kódot nézzük. Tehát itt alapvetően majd két ciklus fog végigfutni. Az NK a középpontokat számlálja egy adott irányban, tehát ami köré majd a P függvényt centráljuk, és az N pedig, amikor egy-egy adott középpont esetén végigmegyünk az egész dart táblán. Itt bizonyos tömböket definiálok, amiket majd fogok használni a későbbiekben. Ami viszont érdekes, itt definiáljuk tulajdonképpen a táblát magát. Ez centiméterben van értve, és mondjuk milliméterre pontos. Tehát ez a sugár, a nullás index sugár az a legbelső a boule-nak a sugara, azután a
25-ös értékű vezőnek a külső sugara következik. Ez a kettő határolja a duplázó sávot, ez a kettő pedig a triplázót is, és 17-nél már, ha annál nagyobb távolabb dobunk az origótól, akkor az már nullát ér csak sajnos. Jó, és akkor itt körbe menve, úgyhogy a geometria ez ugye, hogy innen indul az X, tehát ez lesz az első mezőnk tulajdonképpen. Tehát onnan indulva az értékeket irkáltam itt csak föl, 6-13 szépen körbe menve az óramutató járásával ellentétesen. És akkor ahhoz, hogy tudjuk, hogy egyáltalán mik a függvényértékek, hogy milyen eredményt dobtunk, ahhoz tudnunk kell azt, hogyha egy adott XY ponthoz a táblának milyen értékű mezője tartozik. Amit legegyszerűbb úgy csinálni, hogyha az ember meghatározza a szöget, az X tengelytől mért szöget, az óramutató járásával ismét ellentétesen, hát most nem csak 90 vagy 180 fokig, hanem teljesen körbe 360 fokig, sőt, ezt radiánban mérjük, de hát ezek a numerikus kódok általában ilyenek, tehát 2π felel meg a 360 foknak, és a szög ismeretében ugye azt meg fogjuk tudni mondani, hogy melyik körcikben vagyunk. Hát elnézést, ezt legegyszerűbben szögfüggvénnyel lehet megoldani, ráadásul annak is egy ilyen numerikusan kellemesen használható változatával. Akit a részletek érdekelnek, az nézze meg ezt az arcusztangens 2 két argumentumú függvényt. Ezzel tudjuk ezt a szöget nagyon jól meghatározni, és ezen kívül még a sugárra van szükségünk, és hát ezután, amikor a sugár nagyon pici, akkor ugye azonnal tudjuk, hogy az a 50-esben van, egyel kijebb 25-ös, illetve hogyha túl nagy a sugár, akkor megnull az eredmény. Ezek után pedig meghatározzuk, amikor nem ezek az események történnek, akkor meghatározhatjuk a szög szerint, hogy melyik körcikben vagyunk, a körciknek az értékét ismerjük, és még arra van szükség, hogy a triplázást, illetve a duplázást is számba vegyük, és ezzel tulajdonképpen meghatároztuk, hogy milyen értékűt dobtunk. Ez itt ellenőrzi ezt az eredményt, majd próbáljátok meg futtatni, és látszik, hogy ez a tripla 20-ra célzott, tripla 20 koordinátáit rendelkező pontok esetén valóban 60-at kapunk eredményként. Egyébként pici lelkiismeret furulásom van, mert ezek a kódok elég sokáig futnak, tehát otthon is soká fog tartani, ha játszani akartok vele, és itt pedig ilyen konzerv eredményeket fogok majd mutatni, amit korábban számoltam ki. De valahogy szerintem a probléma van annyira izgalmas, hogy még így is érdemes elmondani. Most, hogy már tudjuk, hogy egy koordinátapároshoz milyen pontérték tartozik, le fogjuk tudni gyártani a várható értéket, amihez még a valószínűség. Tehát tulajdonképpen ez a p-függvény kell, ez az x0y0 pontra centrált p-függvény értéke az xy ponton, ahol a szigma ugye fix, és ezt felhasználva a várható értéket most már le tudjuk gyártani minden centrumra, és ha végigmegyünk az összes centrumon, akkor tulajdonképpen ez lesz az a felület, amit meg szeretnénk kapni, aminek a maximumát keresünk, ami majd az optimális célpont lesz egy adott szórással rendelkező dobás esetén. És akkor nézzük most az eredményeket. Hát ezek egy része azért kitalálható. Itt a szigma nagyon picike, ez ugye 1 mm, ami azt jelenti, hogy egy bő 1 mm sugarú körön belül van a dobásaink 50%-a, hogyha az ember ennyire profi, akkor tulajdonképpen tényleg a tripla 20-ra kell dobnia, mert nagy valószínűséggel el is találja, és akkor a várható érték majdnem 60. Most, hogyha ennél ügyetlenebb, akkor azért változik a helyzet, de ez a szigma 0-2 még nagyon hasonló az előző esethez, viszont elkenődik egy kicsit a dolog, amikor hát ez ugye már egy bő két centis körről beszélünk, ilyenkor már nem feltétlenül a tripla 20 a legjobb. Láthatóan itt ezen a lenti területen, ez itt a 19-es mező, itt megnő a valószínűség, aminek az az oka, hogy a 19 mellett nagyobb értékű szomszédok vannak, mint a 20 mellett.
És tulajdonképpen, ahogy egyre rosszabbul dugunk, egyre inkább az lesz a kép, hogy ide bal oldalt lentre kell célozni, de már a különbség is egyre csökken, és eközben persze a várható értéke a dobásainknak is egyre rosszabb lesz. És hát, hogyha annyira bénán dobunk már elnézést, hogy már örülünk, ha a táblát eltaláljuk, tehát a pontszerző részt, akkor középre kell céloznunk, hogy legalább valamennyi pontot kapjunk, ne nullát, és ilyenkor hát az ideális célpont az a 50-es, azaz a tábla közepe. Mivel ezek az ábrák viszonylag hosszú futások eredményei, majd ezeket is igyekszem hozzáférhetővé tenni, hogy tanulmányozhassa, aki szeretné. De közben megérkezett Béla, elárulja, hogy az ő dobásaihoz milyen szórás tartozik. Hát természetesen nem fogom kiadni most, de annyit elárulhatok, hogy némileg izgul, hogy holnap a valóságban mennyire fog beválni a stratégia. Erre csak azt lehet mondani, hogy a relatív gyakoriságok és a valószínűségek között létezik egy, van viszony, de a kettő csak végtelen sok próbálkozás esetén esik egybe. Ettől Béla nem nyugszik meg, úgyhogy készítettem neki egy ábrát, ami hát azt mutatja, itt ez a szigma egyenlő egy esethez tartozik, amikor a tripla 20-ra dobunk, a várható érték a vízszintes vonal, tehát ez majdnem 30, a kék pedig annyi dobásnak az átlaga, ami itt a vízszintes tengelyen látszik, és hát az észrevehető, hogy tart ugyan ez a gyorsan változó, véletlenszerű görbe a várható értékhez, de még 3000 dobás esetén is észrevehető különbségek vannak. Hát Béla ettől teljesen nem nyugodott meg, de megígérte, hogy az általunk megbeszélt stratégiát fogja követni. Drukkoljatok Bélának, és érezzétek jól magatokat a nyáron. Minden jót!